Több mint 1,5 milliárd forintból újult meg Tiszafüred város központja. A települést évente több tízezer turista keresi fel. A város vezetői abban bíznak, hogy a járványhelyzet csillapodásával, megszüntével közösségi tér és idegenforgalmi látnivaló is megújul majd a városban. Tovább javítaná eddig sem rossz turisztikai pozícióját Tiszafüred. Az önkormányzat ezért döntött úgy, hogy az idegenforgalom növelése érdekében felújítatja a város központját. 2019-es önkormányzati választáson egy olyan fejlesztési stratégiát tettünk le az asztalra, amelyre akkor a város lakosságának nagy többsége igen mondott. Akkor azt ígértük, hogy újjá fogjuk építeni Tiszafüredet. Célul tűztük ki, hogy az unalmas és egy kicsit visszamaradott vidéki kisvárosból egy dinamikusan fejlődő infrastruktúrájában megszépült és pezsgő járásközpontot fogunk kialakítani. Ambíciózus célkitűzés volt, rengeteg feladattal, munkával és felelősséggel. Azonban hála a tiszafürediek többségének nagy felhatalmazással kezdhettünk neki ennek a felelősségteljes munkának, és igyekeztünk is a kemény munkával és a sok-sok pályázattal ezt a bizalmat meghálálni, megszolgálni. Szerencsére és köszönhetően a jól átgondolt fejlesztési stratégiának, a kormány kiemelkedő támogatásának és a tiszafürediek támogatásának az elmúlt években számos területen stratégiai fontosságú fejlesztést tudtunk végrehajtani, és kiemelkedő eredményeket tudtunk elérni. Az 550 millió forintos beruházást 2019. novemberében kezdték el. Nem olyan régen volt, még 2014, amikor a helyhatósági választáson induló fideszes jelöltek, Újvár Imre munkatársai, Újvár Imre azóta a polgármester úr, az ő segítői csapattagok pedig képviselők lettek. Azt vállalták, hogy Tiszafüredet egy fejlődési, növekedési pályára fogják állítani. Jól tudjuk azt, és a füredélyek igazán tudják, hogy a 80-as években nagyon dinamikus éveket tudhatott magáénak ez a település, és aztán valahogy megállt a fejlődés. Nem volt olyan a helyi vezetés, nem volt olyan az országos politika sem, amely segítette volna az ilyen és hasonló kisvárosokat. Holott Tiszafüred adottságai azok elsőrangúak, a termálvíz, a Tisza közelsége, a Hortobágy, a közlekedési útvonalak mind-mind arra predesztinálták ezt a települést, hogy gyorsan fejlődjön, látványos eredményeket produkáljon. Hiányzott ez jó pár dolog, ezek közül talán a legfontosabb az a jó városvezetés volt, az a hozzáértő városvezetés, amelyet Újvár Imre polgármester úr és az ő segítői, az alpolgármesterek, a Fidesz-KDNP képviselői megtestesítenek. Az ő munkájuknak az eredménye az a lakossággal és vállalkozókkal történő összefogás, az a kormánypolitika, kormányfejlesztés politikához igazodó városfejlesztő munka, amelynek a gyümölcsét most láthatjuk. Az elmúlt közel egy évtizedben ennek a munkának az eredményeként, mind a turizmusban, mind az intézmények vonatkozásában, a közterületeken, a munkahelyteremtésben, az oktatásban, valamennyi területen jól látható, látványos fejlődés történt, olyan, amit a Fidesz-KDNP vállalt, amely a vidékpolitika és a várospolitika szerves részét jelenti, és amelyet az emberek akartak, amelyre az emberek vágytak. És ezért állok én most itt büszkén, és sok szempontból meghatódva is, hogy ezeket a célokat sikerült elérni, és bízom abban, hogy az a csapatmunka, az a térség és országos összefogás, amely a kormányzat és a település között erős szálakat jelent, az a jövőben is tud majd folytatódni, és ilyen és hasonló beruházásokkal gazdagodik majd Tiszafüred, amely a Tiszatónak a gyöngyszeme, ennek a megyének, a mi vidékünknek egy igazán kedvelt és szép települése. A tér központi eleme a fény és hangjátékkal is ellátott lépcsőzetes szökőkút. Nem csak egy új városközpontot, orvosi rendelőt, új kézilabdapályát, szabadstrandot, és nagyon sok mindent adott át ez a város. Nagyon sok minden fejlődött. Az elmúlt 30 év lemaradását pótolta néhány év alatt. És nem szabad ennyivel megelégedni. Sokkal több van még ebben a városban, sokkal több van még ebben a csapatban, és azt gondolom, hogy olyan város fog itt épülni a szemünk láttára, amely nem csak kinevezés, nem csak megszólítás, hanem igazán kiérdemelt címként fogja viselni a Tiszatojó fővárosa címet. Egy olyan város,
amely kulturálisan, amely gazdaságilag, amely turisztikailag példát tud mutatni a környező településeknek. A megszépült belvárosban új piaszcsarnok, valamint orvosi rendelő is épült. Olyan időszak előtt állunk, amely a magyar gazdaságtörténet, sőt Magyarország történelmének azt hiszem aranylapjaira kívánkozik majd. Csak arra gondolok, hogy a következő 7 évben olyan fejlesztési forrásokat fogunk megnyitni, amelyek több mint 1600 milliárd forinttal segítik a település és területfejlesztési operatív programokon keresztül a magyar vidéknek a fejlesztését, akkor érdemes ezt számszerűsíteni is. Több mint 14 ezer bölcsődei hely, több mint 1500 kilométer megvalósuló kerékpárút, és olyan vállalkozás fejlesztés, ami több ezer munkahelyet tud létrehozni a vidék Magyarországán. Azt kell tehát mondanom, hogy ha eredményesen és hatékonyan tudjuk kezelni a mostani járvánnyal terhelt időszakot, akkor a magyar gazdaság történet nagyon gyorsan tudja újra azokat a lapokat írni, amiket az elmúlt években írt. Hiszen ne felejtsük el, hogy 2020 márciusáig a magyar gazdaság történet azt a példátlan tettet hajtotta végre, hogy sereghajtókból lettünk éltanulók 2019-ben, 2020-ban, a magyar gazdaság tudta felmutatni az Európai Unióban a legmagasabb gazdasági növekedést, és jelentősen le tudtuk dolgozni azt a hátrányt, amit 2010 előtt az ország összegyűjtött. Abban bízunk tehát, hogy az átoltottság, az oltási lendület folytatásával hamarosan újra abba a korszakba tudunk jutni, amikor meg tudjuk nyitni a ma még zárva lévő helyeket, lehetővé tudjuk tenni azt, hogy az élet minél gyorsabban visszatérjen minden egyes olyan helyre, minden egyes olyan intézménybe, amelyet bezárásra kellett ítélni, és a magyar gazdaság pedig visszaálljon arra a dinamikus növekedési, stabil pályára, hiszen ezt se felejtsük el, hogy hiány és adósság csökkenés kísérte ezt a növekedést, tehát vissza tudunk térni arra a pályára, amin korábban voltunk. A Tiszató fővárosaként Tiszafüred évek óta turisták tízezreit látja vendégül minden évben. A járvány után az idegenforgalom újabb, minden eddiginél nagyobb léptékű fellendülésére számítanak a településen.